A Várdombi Német Nemzetiségi Önkormányzat fontos feladatának tekinti az ősök hagyományának ápolását és a faluban folyó kulturális tevékenység támogatását. Ezek közé tartozik egy nagyon szép népszokás, a Christkindlspiel, amelyet a falu fiatal lányai német nyelven játszanak el. Német Nemzetiségi Önkormányzata tavaly ünnepelte 25. fennállásának 25. évfordulóját. Szeretném Holci János nevét kiemelni, aki alapító tagja volt ennek az egésznek, és sok éven keresztül az önkormányzat elnöki feladatát töltötte be, és nagyon sok szép sikereket értek el ez idő alatt. A német önkormányzat támogatja a helyi iskolában és óvodában folyó nemzetiségi oktatást is. Szeptember óta német néptáncot is oktatnak az iskolában, az egészen kicsiknek német játszóházat szerveznek. A német nyelvből legjobban teljesítő 8. tanuló díjat és pénzjutalmat kap. A szeptemberi iskola kezdéssel támogatjuk a középiskolásokat és a felsőfokú intézményben tanulókat, azokat is, akik a német nemzetiség területén folytatják tovább tanulmányaikat. Sok rendezvényünk van, amit sajnos a tavalyi évben nem tudtunk megrendezni. Ilyen januárban szoktuk a kitelepítettek emléknapját megtartani. A legnagyobb ünnepünk a Márton nap, ami háromnapos ünnepünk szokott lenni. Hagyományosan a helyi művelődési házban adják elő a bölcsőkézést, december 23-án pedig házról házra járnak a Christkindlisek, hogy elvigyék mindenkihez a karácsony örömét. Mivel idén a járványhelyzet miatt ezt nem tehetik meg, ezért a Várdombi Katolikus templomban mutatták be a karácsonyi énekes játékukat. Várdombot 1751-ben telepítették be, miután a törökök kiűzettek a környékről, schwarzwaldi svábokkal, tudjuk is, hogy melyik faluból, egy Zeitern nevű községből származnak jó páran a várdombiak. Akkor 17 család jött ide, katolikusok voltak, hozták magukkal a hagyományaikat, és természetesen valószínűleg magukkal hozták ezt a karácsonyi ünnepi játékot, a Christkindlspielt, amit a háború előtt évről évre megrendeztek, mindig a 6. osztályos lányok járhatták körbe a falut. Ez egy nagyon fontos pillanat volt a családok életében, hiszen ez volt a karácsony. Nagy volt a szegénység, minimális kis ajándékokat tudtak egymásnak adni, de az volt a karácsonyi ajándék, hogy jöttek a Christkindlisek. Gyönyörűen fölöltözve, énekelve, csengőszóval elhozták kis bölcsőbe a kis Jézust, és a családokhoz elvitték a karácsony örömét. Na most ez a hagyomány természetesen 1945 után elhalt. Majd 1996 táján egy azóta sajnos elhunyt barátom, aki egyébként amatőr néprajzos volt, fölelevenítette, batanította a gyerekeknek, és megszervezte újra a Christkindli járást, amit sajnos most a Covid felfüggesztett, hát reméljük nem szűnik meg végleg. Ezt úgy mondják, hogy ez egy bölcsőkézés, 9 lány és 1 fiú játsza el. A barátom, aki ezt a hagyományt fölelevenítette, Kis Tamásné Újvári Mária volt. A gyerekeket Sámuelné Fekete Hedvig és Vigant Brigitta készítette fel.